szépen szabad az évtől is, meg én azt kértem, hogy a játékosunk valószínűleg távozni fog a klubtól, lesznek maradók és távozók. Azt kértem, hogy mindenki mutassa meg, hogy legjobb tudása szerint játszon. Kicsit azt kértem, hogy ilyen, vagy azt mondtam, hogy én ilyen vizsgafeladatnak, vizsgamérkőzést várok tőlük. Rengeteg mindent tanultunk, mutassák meg, hogy mi maradt meg a fejükben, mi az, ami esetleg még majd többet kell majd gyakorolnunk. De én azt hiszem, hogy maximálisan elégedett lehetek. Parádés körülmények között tudtunk futballozni. Gratulálok a stadionhoz, még így is, hogy még nem teljesen kész, csodálatos, nagyon nagy élmény játszani benne. A fű az egyszerűen fantasztikus, ilyen jó minőségű pályán még nem játszottunk ebben az évben, valószínűleg nem is fogunk egy jó ideig. Úgyhogy remek körülmények között tudtunk futballozni. Hát a taktikánk az természetesen az volt, hogy stabil védekezésből kontrázni próbáltunk, és hála Istennek bejött az elképzelésünk. Több mérkőzésen idegenben valamiért, idegenben könnyebb kontrázni, mint otthon. Otthon nekünk kell a felállt védelem ellen 8-9 védekező ember ellen játszani, az nem megy még ilyen jól, mint a kontrázás. Stabil középpánk van, párharcerős középpánk van, és labdaszerző középpársaink, és nagyon gyors csatáraink, tehát ez így adja magához. Tehát adja magától is a kontrajátékot. Hála Istennek ma ez jól működött, és nagyon szép gólokat lőttünk, fontos gólokat lőttünk, jó ütembe rúgtuk az elsőt, a másodikat, a harmadikat, úgyhogy tényleg egy nagy futball élmény volt a mi számunkra, de szerintem a hazai szurkolók sem unatkoztak, hiszen volt gólgazdag mérkőzés volt, a Csaba is beszorított minket, voltak helyzetei, voltak lövések, kapusának bravúrokra volt szüksége, hogy megőrizze a hálóját a góloktól, úgyhogy rendben volt. Voltak az évben olyan mérkőzéseink, amiket valahogy nem tudok a helyükre tenni, tehát kikaptunk otthon 5-0 a Váctól, 3-0 a Monortól, de mindent összevetve büszke vagyok a játékosaimra, és csak gratulálni tudok nekik. Remek játékosok és nagyszerű csapatot alkottak, és azt hiszem egész Kazincz Barcika és a vezetőségünk, a klub is büszke rájuk. Hát tényleg nem így terveztük, én meg abszolút nem így terveztem, hogy így fogunk elbúcsúzni. Igazából úgy gondolom, hogy az első kapott gólig jól játszottunk, és helyzeteket alakítottunk, ott voltunk az ellenfél térfelén folyamatosan. Jött egy óriási egyéni hiba, sajnos el nem lehet felkészülni, és ez meg is fogta a csapatot. Ettől függetlenül jó lett volna még utána, és ha tudunk kompenzálni, vagy legalább valamilyen szinten talpra állni. Sajnos nem sikerült. Kicsit úgy érzem, hogy ebben a meccsben azért több volt, mint egy utolsó forduló. Benne volt az egész szezonunk. Megint cserélnem kellett az első fél időben. Ugye most a negyedik kapus védett ebbe a szezonba, úgyhogy összességében tényleg egy nagyon nehéz és fárasztó szezonon vagyunk túl, de mégis azt mondom, hogy ha a helyezést nézem, meg az elért pontszámot, akkor büszkének kell lennünk. Hát igen, valóban azt gondolom, hogy sikerként kell elkönyvelni, még akkor is, hogyha tudom azt, hogy itt a városnak, meg a szurkolóknak mindig fontos az, hogy minél előrébb végezzen a csapat, és lehetőleg jusson fel. De a szezon előtt azért bennem is volt félsz, még akkor is, ha tudtam, hogy egy nagyon összetartó, egységes, fiatal, lendületes brigád ül az öltözőbe, viszont nagyon rutintalan. És talán ennek a rutintalanságnak köszönhetjük azt, hogy nem tudtunk még szebb eredményt elérni. Ugye nagyon jól indultunk, nagyon jól rajtoltunk, a 11., aztán a 11-12. Forduló környékén még az első helyen voltunk, és tényleg nagyon jó futballt játszottunk akkor. Természetesen volt szerencsénk, kell az is hozzá, minden összejött. És utána jöttek a sérülések, jöttek azok a sajnálatos dolgok, eltiltások, amik azért megbontották az addig masszív csapatot. És amikor be kellett nyúlni, azért már nem voltunk annyira egységesek, nem voltunk annyira kiegyensúlyozottak. Akkor is voltak jó mérkőzéseink, de nagyon hullámzó lett a teljesítményünk, főleg itt a tavasz folyamán. Ugye szinte nem volt olyan egymás követő mérkőzés, hogy megnyerjünk két meccset, talán egyszer fordult elő velünk ilyen, akkor 3-at is nyertünk Zsinórba, most meg talán azt hiszem először fordult elő velünk az, hogy 3-szor kikapjunk egymás után, amióta a csapat élén vagyok, úgyhogy sajnálom, hogy tényleg így tudtunk zárni. Ettől függetlenül én köszönöm szépen nem csak ezt az egy évet a csapatnak, hanem az elmúlt 2,5 évet. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon, nagyon jó volt itt dolgozni.
nagyon megszerettem illetve a város már ismertem, de nagyon megszerettem a klubot ebből az oldal, vagy ilyen oldalról nézve is. Tényleg azt gondolom, hogy a lehető legjobb hely volt az első profi munkának, és nagyon remélem, hogy a klub is megtalálja a számításait, és nagyon remélem, hogy mi is tudjuk folytatni a én úgy gondolom, sikeres munkát. És köszönöm szépen a közönségnek, akik mindvégig mellettünk voltak, mindvégig mellettem voltak. Itt azért Békés Csabán nem könnyű megfelelni, és én azt gondolom, hogy valamilyen szinten nekünk sikerült. És tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy szurkoltak. Én nagyon bízom benne, hogy ez a klub is visszatalál oda arra a helyre, ami őt megilleti az első osztályba. És abban is bízom még, hogy valamikor fogok majd tudni dolgozni itt. Nyilván az élet majd ezt megrendezi, de én csak pozitívan tudok beszélni az elmúlt 2,5 évről, és csak pozitívan tudok beszélni Békés Csabáról.